a világ legtitkosabb támaszpontja, az egyik legrejtélyesebb helyszíne, ami rengeteg UFO jelenséget foglal magába, és egy különleges interjú, hogy bizony vannak a körzetben idegen tárgyak. Erről lesz szó a mai videónkban, vagyis röviden az 51-es körzetről. Erről a témáról, ahogy kutakodtam, utána rájöttem, hogy nagyon sokat lehetne hosszasan beszélni. Megnéztem több, hosszabb dokumentumfilmet is róla, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy milyen irányba is induljak el, hogyan készítsem el ezt a videót, és hát a legérdekesebb úton, vagyis pontosabban fogalmazva, a számomra legérdekesebb úton fogjuk körbejárni ezt a témát, vagyis az 51-es körzet rejtélyeit. Ugyanis 1989-ben egy Bob Lazar nevezett úriember egy Las Vegas-i TV csatornának egy igen érdekes interjút adott, amelyben többek között olyan dolgokat is megemlít, hogy szemtanúja volt, sőt dolgozott egy olyan repülő tárgyon, amit nem emberi kezek készítettek el. Úgyhogy leginkább az ő szemszögéből kiindulva készítettem el ezen videót, természetesen igyekezve az érme mindkét oldalát megvizsgálni. Úgyhogy ne is szaporítsuk tovább a szót, vágjunk bele a mai rejtélyünkbe. Az 51-es körzet egy olyan titkos amerikai katonabázis, amit olyan szinteken titkoltak el az emberek elől, hogy sokáig az amerikai kormány el sem ismerte annak létezését. De végül a nagy nyomás hatására a CIA 2013. augusztus 16-án elismerte, hogy azon a területen bizony teszteltek különböző fegyvereket, ezzel, ha minden igaz, ez volt az első arra utaló bejelentés, hogy egyáltalán létezik a körzet, és hogy valóban csinálnak is ott dolgokat, és nem egy elhagyatott hely csupán. A hely maga egyébként Nevada államban található, méghozzá egy kiszáradt tó, azaz a Groom Lake helyén. Egyébként magát a bázist is a CIA hozta létre, félig hivatalos információk szerint 1955-ben arra a célra, hogy itt fejleszik ki a leghatékonyabb, legfejlettebb haditechnikai eszközöket Amerika számára. A műholdas felvételek szerint 7 leszálló pálya és több mint 25 hangár található a körzetben, azonban nincsenek arra utaló jelek, hogy titkos alagutak lennének a föld alatt, de erre még később említés szintjén, de visszatérünk. Amit tudunk a helyről, azt csak azért tudjuk, mert egy-két dokumentumról feloldották a titkosítást, illetve azért, mert a már például említett Bob Lazar elmondott pár titkos dolgot. A szeretném is leszögezni, hogy ne is ringassuk magunkat abba az álomba, hogy erről a helyről többet megtudhatnánk, mint amennyit engednek nekünk, hogy megtudjunk. Mégiscsak a világ legtitkosabb helyszíne ez. A bázis a magától is érthető dolgok miatt hoz szüksége a kormánynak, ugyanis hidegháborús idők jártak, és kellett egy titkos helyszín, egy elrejtett helyszín, ahol kísérletezni lehet és új technológiákat lehet kifejleszteni. Az 51-es körzet egy koordináta után kapta a nevét, de mivel ez a név túl ridegnek hatott, így átkeresztelték Paradise Ranchnek. Hughes Letter a körzet egyik parancsnoka, illetve más, szintén a körzetben dolgozó emberek is egy interjúban elmondták, hogy olyan szinteken volt a titoktartás, hogy saját családjuknak sem beszélhettek a munkájukról, és hogy például a repülőgép szerelő nem tudta, hogy például egy felette dolgozó pilóta mit is csinál pontosan az égben. Vagyis még a kollégák között is titok volt szinte minden. Azért már teljesen alap, hogy a CIA mindent tudott róluk, és minden lépésüket figyelték, illetve oda bekerülni csak úgy lehetett, hogy téged kerestek fel, nem pedig te kerested fel a körzetet, hogy szívesen dolgoznál nekik. Azt is kihangsúlyozták az interjúban, hogy csak azért beszélhetnek most erről, jó sok évvel azután, hogy már nem dolgoznak ott, mert erre engedélyt kaptak, és amit elmondanak, az csak töredéke annak, amit tudnak, de sok dologról nem igazán beszélhetnek. Tony Bevakva a körzet egyik pilótájának elmondása szerint nagy magasságú repüléseken kísérleteztek, vagyis ehhez speciális ruhákat kellett viselniük, ugyanis ha a gépekből kiszökik a kabinnyomás, akkor a vér 15.000 méter fölött felforr. Amit ahogy azt most éppen láthatjátok, ezek a ruhák nem nyújtottak megszokott látványt,
főleg akkoriban. A közben is annak vonzás közetében egyébként rengetegféle tesztet végeztek, többek között nukleáris fegyverekkel is, hogy az oroszokkal felvegyék a versenyt, és amikor ilyen teszteket hajtottak végre, akkor a munkásokat a föld alá vitték, így próbálva megóvni őket a sugárzástól. Itt visszautalnék egy előző állításomra, amiben azt mondtam, hogy nincsenek föld alatti bunkerek. Na most akkor ki mond igazat? Mert lehet, hogy a körzetben nincsenek ilyen föld alatti bunkerek, de ezek szerint a körzet közelében vannak, és ha már vannak ilyen föld alatti bunkerek, akkor mi arra a garancia, hogy nincsenek még titkosabb, még nagyobb méretű alagutak? A hidegháború legfontosabb fegyverének viszont a repülőgépeket tartották, így feltehetően ezen a területen folyt a legnagyobb munka, úgyhogy egy-két szót ezekről is említenék, egyrészt mert említése méltóak, másrészt mert így fogunk majd még világosabban látni az UFO észlelésekkel kapcsolatban. Az U-2-es kémrepülőgép nagy felbontású kamerákkal volt felszerelve, amely 21 000 méter magason repült, ami már a stratoszféra pereme, és még onnan is jó minőségű felvételeket tudott készíteni például orosz bázisokról. Összehasonlításképpen egy átlagos repülőgép körülbelül 12-13 ezer méter magason repül, szóval elég brutális teljesítmény ez. Ennek a gépnek egyébként jóval hosszabb szárnyai voltak egy átlagos gépnél. Az U-2-es gépeket az Oscart váltotta föl, méghozzá azért, mert az amerikaiak attól tartottak, hogy az orosz légvédelmi rendszer már ki tudja szűrni a gépeket, és ha kell, ki is tudja iktatni. Éppen ezért az Oscart még magasabb repülése volt képes, és jóval gyorsabb is volt, ugyanis a hangsebesség háromszorosával tudott közlekedni. Most éppen olyan felvételeket láthattok, amit Észak-Koreáról készítettek egy Oscart gépről, és hát egészen elképesztő, hogy az 50-es évek végén, 60-as évek elején már erre volt képes a technológia. Egyébként a világ első lopakodó gépének pontosan az Oscart tartják számon. Továbbá teszteltek a helyszínen például F-117-es gépeket és még számos más lopakodó és vagy bombázó gépeket. Ezzel csak azt akartam szemléltetni, hogy ezek a gépek olyan szinteken vannak és annyira eltér a megszokottól, hogy bizonyos szögből, bizonyos magasság fölött lehet róluk azt inni, hogy idegen repülő tárgyak. Bob Lazar előtt soha senki nem hozta összefüggésbe az 51-es körzetet az UFO jelenségekkel. Az ő Las Vegasban tett interjújának hatására indult el ez a lavina 1989-ben. Természetesen azelőtt is voltak furcsa jelenségek az égen, de azt nem kötötték össze a körzettel. Lazar elmondása szerint egyike volt azon a mindössze 22 kivételes ember egyikének, akinek Majestic engedélye volt, ami azt akarja, hogy egy olyan gépen dolgozhatott, ami állítása szerint csészehaj formájú volt, és amit nem emberek alkottak meg. A csészehaj egyszerű acélból készült és ónezüstszerű színe volt, átmérője 16 méter, magassága pedig 5 méter lehetett körülbelül Lazar elmondása szerint. A program célja az volt, hogy tanulmányozzák a gépet, és a benne lévő technikát alkalmazva hozzák létre annak földi mását. Nos, állítólag tényleg teszteltek csészehaj alakú gépet, a nagyobb kérdés inkább az, hogy azt tényleg földön kívüli lények hozták-e létre. Nos, mindig érdemes utána járni, mikor valaki ekkora dolgokat állít, hogy ki is ő valójában, tényleg dolgozott olyan területeken, amiket állít, stb. Nos, ezt a résztét röviden szeretném összefoglalni. Vannak neves emberek, akik utána jártak már a témának, és hát nem sikerült Lazar minden állítását beigazolniuk. Felkeresték az iskoláit, felkeresték a Los Alamosi laboratóriumot, ahol dolgozott, de sehol nem találtak arra utaló jelet, hogy valóban titkos projekten dolgozott volna. Ami különlegessé teszi a sztorit, hogy az utána való nyomozásban minden ember akadályokba ütközött, mintha direkt tisztára mosták volna a nevét, hogy nehogy bármilyen bizonyíték legyen arra, hogy igazat mond. Ugyanis az ekkori munkáltatóit és az adóhatóságot is azon kapták több alkalommal, hogy rejtegetnek valamit. Illetve több kollégája is azt állította, hogy valóban együtt dolgozott Lazarral, aki valóban titkos projekten dolgozott. Ráadásul a poligráfos vizsgálaton is átment, azon sem hasalt el, ami még inkább azt igazolja, hogy igazat mondhat. Illetve Lazar pontosan tudta, hogy mikor van a csészehaj repülési tesztbeosztása, így kivitte a bázis közelébe feleségét, akivel a kapcsolata finoman szólva romokban hevert, pont a sok titkolózás és túlóra miatt, hogy megmutassa, tényleg igazat mond neki. Úgyhogy most nézzük is meg azt a felvételt, amit ő maga készített 1989. márciusában.
Ha jobban szemügyre vesszük a felvételt, az biztosan látszik, hogy nem egy repülőgéphez szokványos módon mozog a tárgy. Ugye az meg magától értetődő, hogy azért ilyen a videó minősége, azért ennyire rossz, mert egy régi felvétel, nem pedig azért, mert élből kamu lenne. Lezár viszont lebukott, hogy kivitte oda a feleségét és egy pár barátját, így elfogták és jól megfenyegették, amiért ezt tette, és az egyetlen kiútnak azt látta, hogy a sztorit nyilvánosságra hozza, mert akkor a nagy figyelem miatt talán nem merik majd őt bántani és akár csak úgy eltenni lábalon. Ezért született meg az a bizonyos interjú. Nos, ha minden körülményt megvizsgálunk Bob Lazar körül, akkor nem mondom, hogy 100%-ban hiteles fazorról van szó, de azért sok minden úgy volt, ahogy azt ő állította, szóval mindenki döntse el saját maga, hogy hisze neki. Viszont ha mondjuk elhisszük, amit mond, akkor már nem is tűnik annyira abszurdnak a Roswell-i sztori, ahol 1947. júniusának közepén egy farmer különleges anyagból készült, lezuhant repülőtárgy maradványait találja meg. Ezt követően megállapítják, hogy egy meteorológiai hőlégballon zuhant le, azonban rövid időn belül ezt az állítást meg is cáfolják. Egy különleges alakulat a helyszínről, ami közel másfél hektáros, eltakarítja a nyomokat és azt elvileg elszállítja az 51-es körzetnek, hogy ott vizsgálják meg a roncsokat. A CIA értesíti a Fehér Házat és Truman elnököt, aki a hír hallatán azonnal összehívja a nemzetbiztonságiakat, majd utasításba adja, hogy a pénzt és energiát nem sajnálva, siessenek a maradványok vizsgálatával és készítsenek arról minél előbb egy aprólékos jelentést. Nos, ha a tárgy valóban csak egy időjárási ballon lett volna, akkor nem minném, hogy ekkora hangsúlyt fektettek volna az ügyre, ugyanakkor az is igaz, hogy egyszer a már említett Oscar-t gép is lezuhant, és azt is titokban tartották, nehogy valamilyen fontos, az oroszoktól eltitkolt alkatrészre bukkanjon bárki is, amiről most csak azért tudhatunk, mert az alól a sztori alól a titkosítást feloldották. Az ügyek kapcsolatban sok embert kérdeztek fel, egyesek szerint nem csak a gép alkatrészeit találták meg, hanem az azon utazó feltehetőleg 4 földön kívüli szemét is, akiket a körzetbe szállítva tanulmányoztak, és ezért vehette kezdetét a rohamos ütemben történő haditechnikai fejlődés. Még durvább teóriák szerint egy komplett UFO szekció is van az 51-es körzet alatt, nagy alagútrendszerekben, ahová szállítanak minden olyan dolgot, tárgyat, szemét, aki nem evilági, és ez az alagútrendszer a körzettől egészen Las Vegasig tart. A Roswell incidensről egyelőre ennyit, erről bővebben lehet, hogy majd egyszer egy másik videóban fogok beszélni, most csak azért említettem meg, mert ennek az ügynek is köze lehet a Paradise Ranchhez. Befejezésül én annyit szeretnék mondani, hogy ahogy kutakodtam, rájöttem, hogy tényleg csak pár százalékát tudjuk annak, ami ott történhet. Még azok az emberek sem tudnak sokat, akik valóban ott dolgoznak, dolgoztak, sőt, egyesek azt állítják, hogy elképzelhető, hogy az 51-es körzet is csak egy fedő sztoria egy másik, még titkosabb körzetnek. Ugye hát UFO-k. Illetve az ott dolgozók állítása szerint volt rá példa, hogy inkább azt kommunikálták az emberek felé a légierőnél, hogy ismeretlen, azonosítatlan tárgyat láthattak, mintsem bevallották, hogy mondjuk egy Oscart láthattak, mert ez volt a jobb megoldás az oroszokkal szemben. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy rengeteg, több száz szemtanú számolt már be olyan esetről is, hogy láttak megmagyarázhatlan tárgyat, amit éppen üldöztek vadászgépek. De igazából nem akarok én itt semmit sem bizonygatni. Egy biztos, ha úgy tartja kedvük, rámondják egy ember alkotta repülőtárgyra, hogy UFO, egy UFO-ra meg, hogy egy ember által készített repülőtárgy, mi meg ha kell, simán bekajáljuk. Az 51-es körzet nem áll le, mai napig irdatlan pénzt tesznek bele, hogy különböző fegyvereket fejlesztenek, nem sajnálva akár évi 41 milliárd eurónyi összeget sem belerakni. Kedves nézőim, ez a videó viszont ennyi lett volna mára. Én nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Ha így volt, akkor ezt ne felejtsétek el számomra egy lájkkal jelezni. Illetve még hogyha hasonló tartalmakat szeretnétek látni, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra. Hamarosan találkozunk egy következő videóban, addig pedig vigyázzatok magatokra. Mindenkinek szép napot, estét. Sziasztok!